A devizahitelezés elterjedésében több szereplő felelőtlen tevékenysége játszott szerepet, ezért a válságkezelés terheit is meg kellene osztani. Surányi György szerint már 4 évvel ezelőtt meg kellett volna teremteni a forintosítás lehetőségét. A jelenlegi magas svájci franárfolyam miatt nem biztos, hogy mindenki jól jár az átváltással, és az sem mindegy, hogy 2005 előtt vagy azután vették fel a hiteleket. Abban az esetben tud segíteni, hogyha egyrészt a törlesztő részlet jelentékenyen csökken. Ami most csökkenésbe következik, az ugye az átváltásokból fakadó összegnek a visszatérítése, illetve az egyoldalú kamatemeléseknek a visszatérítéséből fakad. Ez mindenképpen javít, mérsékli a tartozást. Ugyanakkor azonban ez csak a bankoknak a terhére megy végbe, ráadásul olyan szabályok alapján, amelyeket utólag állapítottak meg, ami ilyen értelemben sportszerűtlen. A másik oldalon az, hogyha forintosítás történik, amit mondom, én 4 évvel ezelőtt már kezdeményeztem, akkor az árfolyam kockázattól megszabadulnak az adósok. Az egykori jegybank elnök jelentős problémának tartja azt is, hogy sem a kormányzat, sem a bankszövetség nem foglalkozik érdemben azokkal, akik már nem tudják fizetni a hiteleiket. Számomra ez a legsúlyosabb kérdés hosszú évek óta, amivel sem a kormányzati intézmények, sem a bankszövetség, a bankok nem foglalkoznak érdemben. Elfogadhatatlan és elképzelhetetlen, hogy 120 ezer család feje fölül elvegyék a lakást, kitelepítsenek, kilakoltassanak. Ennek következtében, ha van igazán égető társadalmi probléma, akkor ennek a 120 ezer családnak a sorsa, a jövője. Itt összességében 500 000 vagy lehet, hogy annál is több embernek a sorsáról beszélünk. Ezzel egyáltalán nem foglalkozni, ez teljesen elfogadhatatlan. A bankok vélhetően februárig elszámolnak az egyoldalú kamatemelésekkel, az árfolyamrésből visszaadandó pénzekkel és a forintosítás részleteiről is minden ügyfelet tájékoztatnak.